Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Tóth Szabolcs vagyok. Pár napja már egy olyan videót megosztottam veletek, ahol a Headrush Gigboardját tesztelem idehaza, egy hangkártyára rádugva egy sima mono kimeneten keresztül. Ezt a videót folytatnám ma egy Richie Kotzen féle Flyrig pedállal, ami ugye azt a célt szolgálja, hogy az ember vonalból meg tudjon szólalni relatíve normálisan, és ez a cucc ne legyen nagy, ne legyen nehéz, ne legyen drága, és szerintem ez egy elég eltalált kis ketyere. Látjátok, hogy úgy van felépítve, mint egy hagyományos és nagyon egyszerű lánc, booster, torzító, erősítő, az erősítőben az engető és egy delay a legvégén. Nemrég jött ki az újabb verzió ebből a pedálból, ahol tettek bele egy hangológépet, ami szerintem nagyon fontos volt. Illetve választható, hogy a booster a torzítás előtt vagy után legyen, valamint kapcsolható benne a láda szimuláció. Ezek elég fontos újítások és nagyon-nagyon-nagyon hasznosak. Nézzük, hogy egy alap beállítással hogy szól a cucc. Strato, nyak és középső pickup. Igazából egy átlagos, nem túl karakteres, de nem is íz szegény a hang. Látjátok is, hogy a bemeneti érzékenységet én eléggé levettem. Nézzük, hogyha egy picit fentebb tekerem. Használható szerintem, mert az engető kifejezetten tetszik, egy nagyon finom, nem túl direkt. Ilyennek kell lenni egy jó zengetőnek szerintem. Ha még jobban oda küldünk neki, egy picit visszaveszem. Igazság szerint vastagodik a hang, nem is stratóval érdekes ez inkább, hanem egy Les Paul jellegű hangszerrel, ami valószínűleg sokkal harapósabb lesz tőle. Na nézzük, ha visszább veszem a bemenetet, de boostolom, mi történik. Nézzük meg, hogy milyen ez a torzító. Thank you.
Nézzük, hogyha búztolom egy picit. Nézzük, ha nem búztolom, hanem több gént adok neki. Nézzük egy kis delay-jel. Meglepően jó. Na nézzük, ha még ezt meg is boostoljuk. Kérem, használtan egy ilyen pedál 60-65 ezer forint, minden egyes fillért megér, azt kell mondjam. Na még gyorsan megnézzük, hogy zenei környezetben mit produkál.
Na, mi a konklúzió? Digitális vagy analóg? Nem lehet eldönteni, az az igazság. De egy mondattal úgy jellemezném, hogy a headrush fülre tök meggyőző, tök jó, de ezen meg jobb játszani egy picit. Tehát ha valaki vesz egy ilyen régebbi kocsem modellt, akkor egy-két pedál kiegészítésével egy tök jó hangot szerintem ki tud belőle hozni. Ha pedig valaki kétszer annyit szán rá, akkor meg tudja venni az újabb modellt, ami egy picivel flexibilisebb, ahhoz én már legfeljebb egy Tube Screamer jellegű pedált javasolnék. És azzal szerintem elég sokféle hangot megkap az ember, úgyhogy 2 kiló alatt marad a pedálborja. Ez egy érdekes alternatíva. Remélem, hogy valamennyire képbe tudtalak titeket hozni. Örültem, hogyha megnéztétek ezt a videót. Szép napot, sziasztok!